Közel 500 000 magánszemély jogviszonyát rendezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal a támogató eljárások során augusztus végéig. Ezek az ellenőrzések országosan 11 milliárd forint bevételt jelentettek. A vizsgálatoknál a járulékbevallások adatait vetették össze a kockázatelemzők, a bejelentő és a változás bejelentő lapokon szereplő információkkal. Eltérés esetén a vállalkozókat az adóhivatal kereste meg, de nem azért, hogy a mulasztás miatt bírságot szabjon ki, hanem azért, hogy segítsen. A támogató eljárások lényege, hogy azokra a hiányosságokra, illetve mulasztásokra hívjuk fel az adózók figyelmét, amelyeket a közelmúltban felfedeztünk. Itt mulasztási bírság kiszabása nélkül próbáljuk meg elérni az adózási kötelezettség teljesítését, legtöbb esetben sikeresen. Legtöbb esetben elegendő egy telefonos egyeztetés is az adózóval, amelyben csak jelezzük azt a fajta mulasztást, amelyet elkövetett, amit utána pótolni tud, vagy személyesen, vagy akár az ügyfélkapunk keresztül is. Az adóhivatal a megyében a támogató jellegű ellenőrzésekhez kapcsolódóan többféle eljárást is végzett. Ez azt jelenti, hogy általában külföldi bevételből származó jövedelmek adóvonzatára hívtuk fel az adózóknak a figyelmét. Ez azt jelenti, hogy kamatjövedelemre, vagy esetlegesen külföldi alkalmi munkából származó jövedelemre hívtuk fel, adóköteles jövedelemre hívtuk fel a figyelmet. Ilyen esetekben az adózók gyakran elfelejtik, hogy Magyarországon is lehet adóvonzata a megszerzett jövedelemnek. Természetesen ezeket, hogyha befizetik, mulasztási bírságra nem számíthatnak. Illetve a bevallásokkal kapcsolatos mulasztásokra, valamint a szálláshelyi szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentési és befizetési kötelezettségekre hívtuk fel a figyelmet. Az adóhivatal rendezte azokat az eseteket is, amikor egy adott cég úgy fizette ki a nem jelentett alkalmazott után a közterheket, hogy az illető már nem is ott, hanem egy másik társaságnál állt alkalmazásban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal emiatt több millió forintot utalt vissza az érintett vállalkozóknak.